február 20-án Ukrajnában országszerte a mennyei század hőseire emlékeznek. 10 évvel ezelőtt, 2014. februárjában, a méltóság forradalma idején a kijevi függetlenség téren több mint 100 különféle nemzetiségű tüntető aktivista vesztette életét a demokrácia eszméért, az emberi és szabadságjogok védelméért, valamint Ukrajna európai jövőjéért. Rajtuk kívül ezren felül volt a sérültek, és több tucatnyian az eltűntek száma. 2014. február 21-én az akkor még hivatalában lévő kormány áldozatoknak nevezte a Majdanon életüket vesztett tüntetőket. Szintén ezen a napon került sor az elhunytak búcsúztatására is, amiután mennyei századként említették őket a gyászbeszédekben. Az áldozatok között az Ukrajna különböző megyéből származó polgárok, vállalkozók, tanárok, művészek, idősek és fiatalok mellett külföldiek is voltak. Ungváron a hagyományokhoz híven idén is virágokat helyeztek el és gyertyákat gyújtottak az Ukrajna szabadságáért és függetlenségért harcolók emlékművénél. A kárpátaljai fiatalok csatlakozva a közel 20 országot felölelő nemzetközi akcióhoz 100 papírangyalt készítettek a mártírok emlékére. Підготували сотню ангелів. A papírangyalokat a rektorátus melletti emlékhely körüli fákra akasztottuk. Közel 20 ország csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, hogy így emlékezzenek az országunk függetlenségéért életüket áldozó hősökre. Ők példaként állnak előttünk a hazafiasság és az országunk védelmének ügyében. Mi is csatlakoztunk ehhez a szimbolikus akcióhoz, hiszen a mennyei század hőseinek emléke örökre a szívünkben marad. Emlékeznünk kell az akkori eseményekre, és emlékeztetni a velünk egykorúakat mindarra, ami akkor történt, és ami most is zajlik. A megemlékezés résztvevői mécseseket helyeztek el az Ungvári Nemzeti Egyetem rektori hivatala közelében felállított az Ukrajna szabadságáért és függetlenségéért harcolók emlékművénél. Pontosan 10 évvel ezelőtt történtek azok a tragikus események. Ez egy olyan harc, amely már évszázadok óta tart, szakaszos küzdelem. Sajnos nem tudunk végérvényesen elszakadni Oroszországtól. Nekünk megvan a saját víziónk Ukrajna fejlődési irányát tekintve. Ez az Európa felé vezető út. Emlékeznünk kell, hogy a küzdelmünk folytatódik. Ma ez a fronton történik. A hátországban is azon kell dolgoznunk, hogy a katonáink megkapják a szükséges finanszírozást, a drónokat, technikai felszerelést és lőszert. A hátországban nekünk fontos szerepünk van, fenntartani az ország gazdaságát. Emlékeznünk kell arra, hogy ez volt az a pillanat, amikor az ukrán nép határozottan kijelölte az útját, az európai jövőt. Ez volt az a pillanat, amikor az ukrán nép nemet mondott az orosz agresszornak. Ez már akkor, 10 évvel ezelőtt megtörtént, és immár 10 éve harcolunk a függetlenségünkért, az európai jövőért, a gyermekeink és az országunk jövőjéért. A mennyei század emléknapját a 2015-ben hozott elnöki rendelet értelmében minden év február 20-án méltatják Ukrajnában.